téve jöttem, de Jézusom megkeresett. Sorsomat elijetettem, az életem szabaddá lett. Ott csodálatos dicső szeretet, a mennyből értem jött és megmentett. A sötét helyét fénye vette át, hadd zengek hallelujját, mert hozott szabadulást, dicsérem őt az örök léten át. Angyal sereg imád, a dicsőségben odafent. Elhagyta a fény otthonát, és fájdalom embere lett. Ó, csodálatos dicső szeretet, a mennyből értem jött és megment. Sötét helyét fénye vette át, hadd zengek hallelujját, mert hozott szabadulást, dicsérem őt az örök léten át. Ő vezérli lépteimet a keskeny úton fölfelé, világítja ösvényemet, míg eljutok színe elé. Ó, csodálatos dicső szeretet, a mennyből értem jött és megmentem. A sötét helyét fénye vette át, hallelujját, mert hozott szabadulást, dicsérem őt az örök léten át. Ó, csodálatos dicső szeretet, a mennyből értem jött és megmentett. A sötét helyét fénye vette át, hadd zengek hallelujját, mert hozott szabadulást, dicsérem őt az örök léten át. Köszöntöm Önöket a Lelki Wellness előadás sorozaton. Ma este már a negyedik alkalommal találkozunk. Lelkünk ápolását egyre inkább kezdjük megszokni és megszeretni. Amikor elmegyünk egy wellnessbe, és testünket szeretnénk pihentetni, megerősíteni, észre sem vesszük, hogy telik az idő. Menet közben csak élvezzük azt, ami történik, nem tervezve semmit, csak átélve a pillanatokat. Ezen a héten ez a különleges estéről estére, hogy lelkünket ápolhatjuk olyan aktuális helyzetek feltárásának gyógykezelésével, amelyekre talán nem is gondoltunk, vagy nem mertük kimondani, de amelyekre nagyon is szükségünk van. Egy egészséges lelki élethez, magánélethez, családi és társadalmi élethez is szükségünk van arra, hogy lelkünkkel foglalkozzunk. Ma este egy nagyon megnyerő témacím hozott bennünket össze. A lelket gyógyító érintés. Ha általánosságban kell meghatározzuk az érintést, akkor azt mondhatjuk, hogy az érintés a kommunikáció egyik legalapvetőbb formája. Az érintésen keresztül érezzük már csecsemőkorban szüleink szeretetét. Az érintés megfogalmazza a biztonságot, az összetartozást és az oltalmat. Ez az igény az embernek megmarad élete végéig. Ma este dr. Szabó László lelkipásztor a lelket gyógyító érintésről fog szólni a wellness programban. Vajon mit jelent a lelki érintés? Hogyan megy végbe?
Kinek az érintése gyógyítja meg az ember lelkét? Ha kíváncsiak a ma estéli témára, kérem maradjanak velünk és hallgassák meg a ma estéli előadást. Előtte azonban következzen egy énekszám. Kellemes időtöltést kívánok mindannyiuk számára. Sosem volt túl nagy a hegy Jézus számára, ahhoz, hogy ő felmenjen egy hő imára. Nincs olyan nagy gond, hogy ő azt fel nem írja, nincs olyan nagy fájdalom, hogy őt ne ér. Nincs olyan nehéz egy út, mit el ne bírna. Nincs olyan fájdalmas könny, min ő ne sírna. Nincs próba a nap alatt, mit ő nem éltat. Ismeri bús szívednek az aggodalmát. Nincs olyan vihar, mit ő ne csendesítsen. Nincs olyan nagy szenvedés, hogy ne segítsen. Nem volt túl magas a hegy Jézus számára. Fölvinni keresztemet a Golgotára. Tisztelettel köszöntöm Önöket! A lelki wellness mai témaköre a lelket gyógyító érintés. Egy érintés, ami helyreállítja a lelki békességet, a lelki egészséget. Az érintés most a pandémia alatt különösen fontossá vált számunkra. Talán azért, mert egyre ritkább. És ha valami egyre ritkábban elérhető, az felértékelődik. Új köszönési, érintési formákat dolgoztunk ki, például könyökkel, lábbal. Milyen jól esik azonban végre találkozni valakivel, akit meg is ölelhetünk. Egy-egy kézfogásnak hogy lehet örülni. Előtte talán leteszteljük magunkat, és amikor szabad, akkor
örülünk egy-egy érintésnek. És mennyire fáj, hogyha valaki, akinek munkaköri kötelessége lenne, hogy engem megérintsen, megvizsgáljon, az azt mondja, hogy az orvosra gondolok, hogy uram, küldje be e-mailben azt, hogy mi a problémája, készítsen egy felvételt, telefonon pedig mondja el, hogy mit szeretne tőlem. És ha végre mégis bejutok az orvoshoz, és megvizsgál, már az ember annak is örül. Új normákat vezettünk be, távolságot tartunk. Hogyan hat a távolságtartás, az érintés hiánya az ember lelkére? Úgy érezzük, hogy magunkra maradunk. Belül gyakran feszít valami, és hiányzik az az értékelés, az a megértés, az a kedvesség, ami egy-egy érintésben ott van. Amikor az ember már nem bírja ki ennélkül, átlépi a határokat, és olyan dolgokat tesz, amit egyébként nem szabadna. Így például nálunk is a közelmúltban volt az egyetemre egy kóruspróba. Végre énekelni szerettek volna a kórustagok. Összejöttek, énekeltek, hazamentek, és egy-két napon belül mindenki pozitív lett a COVID-tesztben. Elkapták. Ha valaki azonban mégis közelít hozzánk, kifejezi a kedvességet, annak azért hatalmas ereje van, és nagyon sok minden megváltoztat bennünk. Olyan, mintha megértene, mintha lelkünket egy gyógyító, simogató érintés érné. Felüdülünk. Tanzániában egy alkalommal tapasztaltam is egy érintés különleges hatását. Kimokában egy kis faluban egy pók vagy talán egy kígyó megmart egy kisfiút. Egy 4-5, talán 6 éves kisfiú lehetett, nehéz megsatszolni a korát a gyermekeknek, mert a táplálkozás hiánya miatt többnyire sokkal kisebbek, mint nálunk a gyermekek. Hívtak, hogy segítsek. Amikor megérkeztem, látom a kisfiút, hogy teljesen befelé fordult, komoly arccal kijött a házból. Ott állt előttem. Megsimogattam, elkezdtem érdeklődni utána, elkezdtünk beszélgetni. Nézem a lábán a sebet, a térde alatt. Nem volt olyan nagy, de lehetett látni, hogy gyulladásban volt. Sürgős kezelésre van szüksége. Hogy ott álltunk egymással szemben, ahogy megérintettem, hogy beszélgettem, úgy nagyon megszerettem és meg is sajnáltam őt. Valamit tenni kell. Itt azonban nincs kórház, a következő kórház 100 kilométerre van. Arra gondoltam, hogy a következő napon én bemehetnék a Rusába, úgyis van intézni valónk, azonban nem volt csak egy hely az autóban. Odafordultam az apához, és azt mondtam neki, hogy ha gondolja, holnap elviszem a gyermeket a kórházba. De az a gond, csak egy hely van az autóban. Mit gondol? Eljön a fia velem? Egyedül? Apa rám nézett, csóválta a fejét, azt mondta, megkérdezi. Odafordult a kisfiúhoz, elmondta neki azt, hogy a bácsi elvisz téged, orvoshoz. Láttam, hogy rám nézett, talán végfutott rajta az érintés, amit előtte kapott, a törődés, ahogy figyeltem a lábára, és egy különleges dolog történt. A fiúk ebben a korban nem olyan nyitottak idegenek felé. Ő azonban felén fordult, és már nyújtotta is a kezét. Megfogtuk egymás kezét, beültünk a kocsiba, és két fantasztikus napot együtt töltöttünk el. Számomra az is élmény volt, amikor megérkeztünk az én szállásomra, kérdeztem, hogy mit szeretnél. Holnap kórházba megyünk, jó lenne, megfülödnél. Megtusolsz? Azt mondta, hogy igen. Kijött a tusolóból, kérdezem, hogy van még egy kérésed? Mosolygott, és azt mondta, megtusolhatok még egyszer. Persze, akkor kapcsoltam, otthon ő sosem tusol meleg vízben. Micsoda élmény volt számára, de számomra az a bizalom, ami egy érintésből fakadt. A fizikai érintésnek rendkívül fontos hatása van az életünkre. Az élet egésze során rendkívül sok mindent meghatároz az, hogy hogyan viszonyultak hozzánk, mennyi fizikai érintést, simogatást kaptunk. Különösen csecsemőkorban igaz ez. 100 éve Sigmund Freud azt gondolta, az anya csupán egy szükséglet kielégítő, egy táplálékot nyújtó tárgy a gyerek számára. Akkor kell, ha akarok valamit. Az 1950-es években azonban Harry Harlow kísérletekkel igazolta ennek az ellentétjét. Rámutatott, hogy a testi kontaktus még a táplálkozásnál is fontosabb a gyermek életében. Az érintés fontos része az életünknek. Az érintés hiánya könnyen eltéríti a fejlődést az egészséges mederből. René Spitz kutatása rámutat arra, hogy azok a gyerekek, akik naponta törődést, gyengétséget, kedvességet tapasztalnak, testi érintést, azok jobban fejlődtek, mint az árvaházi gyermekek, akik teljesen
magukra voltak hagyva. Döbbenetesen nagy volt a különbség. A járásban, a szavak kimondásában 80-90%-a a kedvességet, testi érintést kapott gyermekeknek sokkal hamarabb elkezdett járni és beszélni, mint a többiek. Ez az érintés, ez nagyon fontos a felnőtt korban is. Vannak olyan munkahelyek, ahol kísérleteznek azzal, hogyan lehetne jobb munkahelyi klímát teremteni. Mit tehetnének azért, hogy a dolgozók jobban érezzék magukat, persze abból a célból, hogy jobban is teljesítsenek. Az egyik munkahelyen bevezették azt, hogy válmasszást kínálnak az alkalmazottaknak. Utána elkezdték elemezni ennek a hatását. Azt tapasztalták, hogy aki ilyen masszírozást kap, az alacsonyabb vérnyomással küzd, kevesebb a szorongása, és nem panaszkodik annyit munkai stresszre. Azok, akik nem kaptak egy ilyen kezelést a munkájuk során, a kényeztetés hiánya érezhető volt. Több stresszel küzdöttek, több munkai problémára panaszkodtak. Születésünktől fogva rendelkezünk az érintés iránti alapvető igénnyel. A lelkünknek is szüksége van az érintésre. Sokkal érzékenyebb a lelkünk, mint a testünk. A lelkünk betegségei kihatnak a testi jólétre is. Különösen, hogyha különféle dolgok feszültséget okoznak a lelkünkben, és stresszet váltanak ki. A stressz az tulajdonképpen a szervezetünk nem fajlagos reakciója az őt ért különféle eseményekre. A stressz a legnagyobb gyilkos az életben. Az első számú olyan probléma, ami veszélyezteti az egészségünket. Milyen jó lenne, hogyha időnként a lelkünk is kapna egy-egy érintést, egy gyógyító simogatást. Augustinus nagyon jól megfogalmazta, hogy mi is zajlik le az emberben. Azt mondta, hogy nyugtalan a mi lelkünk mindaddig, amíg nyugalmat nem talál benned. Ó Isten! Igen, az ember szeretne békességet az ő lelkében, és időnként ezt nem tudja saját maga megteremteni. Szüksége van egy érintésre, valamire, ami ezt helyreállítja. Tulajdonképpen, amikor lelkészként dolgozom, nagyon gyakran találkozok olyan emberekkel, akik keresik a hitet, akik keresnek valamit a lelküknek, amire szükségük lenne, de nem találják. Megkérdezik, hogy mit tehetek azért, hogy az Isten engem is megérintsen. És mivel náluk nem működik, vonzódnak olyan emberekhez, olyan programokhoz, olyan kínálathoz, ami azt ígéri, hogy itt találkozhatnak Istennel, hogy a lelkükkel történik valami. Ott van a szívükben a vágyódás ezután. Nagyon sokan el is indulnak és tesznek valamit azért, hogy valamit kapjanak a lelküknek, valami érintést. Vajon működik? Egy nagy kérdés sokak számára. Ha megnézzük a Bibliát, akkor a Bibliában ott találjuk az érintés teológiáját. Talán így még nem is hallottak erről, de valóban, hogyha elkezdjük vizsgálni, teszem fel csak Jézus életét. Hogy az érintés milyen komoly szerepet játszott az ő szolgálatában, nagyon sok esettel találkozunk. Például Máté 8. fejezetében azt találjuk, hogy találkozik Jézus egy leprással. És amikor a leprással találkozik, egy különleges találkozás egy olyan emberrel, akit soha senki nem érinthet meg. Akinek kiáltani kell, hogy tisztátalan, és mindenki elfut a közeléből. És amikor odaért Jézushoz, akkor ránéz, és kéri Jézus, hogy Uram, tisztíts meg engem. És amit Jézus tesz először, az nem az, hogy meggyógyítja, hanem megérinti. Valamint Máté 8. fejezetében olvasunk egy történetet, amikor Péter anyósa beteg, az ágyban fekszik. Jézus odaérkezik hozzájuk, tulajdonképpen vacsorázni akartak. És Jézus meghallja, hogy beteg Péter anyósa. Odalép, megérinti, megfogja a kezét, felsegíti őt. Egy érintés is meggyógyult. Máté 9. fejezetében lehet látni, hogy szinte minden fejezetben itt, 8. 9. fejezet, ott van egy, sőt két érintéses történet is. Ott a halott kislány, akit Jézus megérint, megfogja a kezét, és ő feltámad. Ott van a vakember Máté 9-ben, a 29. verstől. A vakember, akinek a szemét érinti meg, és meggyógyul. De talán még egy példát hadd mondjak. Lukás 4. fejezetében, a 40. versben azt olvassuk, hogy Jézus egyszer leült, és nagyon sok beteget hoztak hozzá. És az írás azt mondja, rájuk tette a kezét, és meggyógyultak. Mind. Mind megérintette. Jézus páratlan dolgokat hajtott végre egy-egy érintéssel.
De azt gondolom, hogy a legfontosabb érintése Jézusnak nem azok voltak, amikor az emberek testét érintette meg, hanem amikor a lelküket érintette meg. Talán érdemes elolvasni egy történetet Máté 9. fejezetéből. Azt olvassuk, hogy egy alkalommal Jézus egy házban beszélt, körülvették az emberek. És ekkor egy gutaütöttet hoztak hozzá. És látva Jézus azoknak hitét, mondta a gutaütöttnek: bízzál, fiam, megbocsátottak néked a te bűneid. Érdekes, hogyha egy beteget hoztak Jézushoz, azt várnánk, vagy azt várták volna, hogy meggyógyítsa. Biztos, hogy azt várták volna? Én ebben azért nem vagyok biztos, mert ez az ember, amikor beviszik őt Jézushoz, ez valami miatt szenvedett. Először is az ő lelkében. Tépelődött, vívódott. Miért is? Ez a betegség egy szörnyű betegség volt. Lebénult. Meg sem tudott mozdulni. És akkor a zsidók azt mondták, hogy a betegség a bűn következménye. Minél betegebb valaki, annál bűnösebb. És lehet, hogy ez az ember valóban követett el olyan hibát, ami okozhatta az ő betegségét. Talán jobban fájt az ő lelkének, mint a fizikai fájdalom. És amikor megérkezik Jézushoz, Jézus nem a testi problémájára reagál, hanem a lelki gondjára. Érdekes, hogyha tovább olvassuk a történetet, akkor azt látjuk, hogy az embereket abszolút nem érdekelte az, amit Jézus tett, amit az ember érzett. Azt olvassuk, hogy ott álltak az írástudók, és azt mondták: ez káromlást szól. Ki bocsáthatja meg a bűneket, ha nem csak Isten? Jézus látva az ő gondolataikat azt mondta: miért gondoltok gonoszati szívetekben? Mert mi könnyebb ezt mondani: megbocsátottak néged a te bűneid, vagy ezt mondani: kelj föl és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, odaszólt a gutaütöttnek: kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza. És az felkelt, és hazament. Ez a történet jelzi azt, hogy ebben a helyzetben ennek az embernek a lelke az volt az előtérben. Szenvedett a bűn miatt, a hibája miatt, a teher miatt, amit mások számára jelentett. És ebben a helyzetben Jézus megérinti őt. Felszabadul a múltjától, felszabadul a terhétől, felszabadul mindattól, ami őt nyomasztja. Amikor Jézus valakit megérint, akkor pont arra reagál, ami az emberben lezajlik. A testében, vagy az ő lelkében. Ezt láthatjuk egy másik érdekes történetben is, amikor Zákeussal találkozik Jézus. Ott egy gazdag vámszedő, aki másokat kihasznált, meglopott. Mindene megvolt. Örülhetett az életnek. Nagyon sok embernek a célja a gazdagság. És amikor eléri, azt érzi, hogy üres az élete. Pont így járt Zákeus is. Egy olyan ember volt, akit kivetett a társadalom. Alacsony, gátlásos, önző, magányos és kíváncsi. Látni akar egy Jézust. Azt hallotta, hogy Jézus arra felé tart, ahol ő lakik. Felmászott egy fára, hogy alacsony léttel és megláthassa őt. Nos, Jézus megjelenik, és ott a tömegben mindenki másnál több figyelmet ad ennek az embernek. Felnéz a fára, és azt mondja: Zákeus, gyere le, ma este veled szeretnék vacsorázni. A vacsora a közös étkezés Jézus életében és Jézus szolgálatában egy különlegesen fontos esemény volt. Az elfogadást közvetítette. Valami különlegeset, ami az embert méltatta, értékessé tette. És egy ilyen kivetett ember azt érezte, hogy valaki teljesen felé fordul. Lejött a fáról, bementek, és evés közben te csak feláll Zákeus, és megváltozott az egész élete. Ezt mutatják szavai. Azt mondja: a vagyonom felét a szegényeknek adom. Hadd örüljönek ők is. És ha valakitől elvettem valamit, négyszer annyit fogok visszaadni. Micsoda változás egy jó szó és egy étkezés hatására. Jézus mindenkihez egészen máshogy közeledett. Mindenkinél arra reagált, amire szüksége volt. Érdekes, még egyszer visszatérnék az étkezésre. Milyen különleges szerepe volt az étkezésnek. Számtalanszor megszólták Jézust, hogy együtt étkezett a bűnösökkel. Mi nagyon szeretünk együtt étkezni barátokkal. És tanultam valamit Tanzániában. Egy alkalommal egy idős kollégám, amikor az egyetemen tanítottam, meghívott, hogy menjek el hozzá vacsorázni a feleségemmel. Megérkeztünk egy nagyon szegény,
Döngölt, falu és földű házban lakott. Azonban, amikor az ételt felszolgálták, megdöbbentünk. Olyan terítést hozott, amihez nem szoktunk hozzá. 8-9 fogás volt, a legnagyobb gyümölcsök. Olyan luxus vacsora, hogy azt gondoltam magamban, szerintem ezért ilyen szegények. Pazarolják a pénzt az ételre. Amikor ettünk, hiába, hogy jól laktunk, szinte nem hiányzott semmi az ételből, olyan sok volt. Akkor rám nézett a barátom, Kibokónak hívták, ami magyarul annyit jelent, hogy víziló. Pásztor Kibokó azt mondja, hogy Pásztor Szabó, tudod azt, hogy most mit jelent ez az étkezés? És akkor kezdtem el megérteni azt, hogy az étkezésnek, ennek különleges jelentősége van. Ez nem a pazarlásról szól, hanem valami másról. És azt mondtam neki, hogy ne haragudj, de nem tudom. És akkor azt mondta, ez a barátság vacsora. Ezentúl te a családunkhoz tartozol. Bármikor erre jársz, bejöhetsz. Hogyha itt jársz, és belépsz, és látod, hogy az asztalnál ülünk, nem kell meghívásra várnod, hogy odaülj. Ide tartozol. És ilyen vacsorát kínált nekünk csak azért, hogy értékeltesse velünk, hogy mennyire értékesek vagyunk az ő számára. Pontosan ezt tette Jézus is. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy vágyódunk valami Isten élmény után. Keressük Istent, keressük a vele való találkozást, az érintettséget. De valahogy nehezen működik a mai társadalomban. Mai egyházak tele vannak olyan hívekkel, akik oda járnak a templomba, abban a vágyban, hogy feltöltődjenek, de nem működik. Miért is nem? A következő ábrán jól látják azt, hogy miért nem. Van egy vágy a szívünkben, és elindulunk. Azonban van egy plafon, amiben beleütközünk. A növekedésnek a gátja, lehet egy stressz, élethelyzet, vagy bármi más. Mit tegyünk most? És többnyire azt mondják, imádkozz többet. Elkezdünk többet imádkozni, egy darabig segít, de nem sokáig. Majd ismét azt kérdezzük, most mit tegyünk? És azt mondják, tervezd meg jobban, hogy hogy olvasod a Bibliát, hogyan imádkozol, oszd be jobban az idődet. Megpróbáljuk, de most sem működik teljesen. Ismét plafonba ütközünk. Azt mondják, hogy tarts ki, ne add föl. És megpróbálunk kitartani, de következik a teljes összeomlás és a hitkrízis. Felveszünk egy álarcot, és nem mutatunk be egy hiteles kereszténységet. Azonban esélyünk van arra, hogy valóban találkozzunk Jézussal, akár napról napra. Isten nagyon sokrétűen mutatkozik be. A kapcsolat ápolásnak két oldala van. Egyrészt Isten kinyilatkoztatja önmagát. Cselekszik, és segít a hit felébresztésében. Rengeteg impulzust ad, amit nem szabad szem elől téveszteni. Másrészt az embernek is érdeklődéssel kell fordulni Isten felé. Igényeit, szükségleteit az embernek is komolyan kell venni. Mit tesz az Isten azért, hogy engem megérintsen? Ott van a természetben. Szól hozzám a lelkiismeret által. Tulajdonképpen a vágyaimat, ha szemlélem, a tartóság, az elmulatatlanság, az olyan fontos számomra. Szeretném, hogyha valaki szeret, sose legyen vége. Ha van egy jó kapcsolat, sose érjen véget. Ha megnézzük a történelmet, a proféciákat, a jövendőléseket, tele van a világtörténelem előrejelzésekkel. Memphis városa, vagy Petra, Tírus, Szidon, Jeruzsálem, Babilon. Rengeteg olyan előrejelzés volt, amit a proféták által Isten előrejelzett, hogy mikor mi fog megtörténni. Jézus élete szolgálta is. Az évet előrejelezte az Ószövetség 600 évvel korábban. Rengeteg olyan történt, ami előrejelezte, hogy Isten ura a történelemnek. Ha valaki tanulmányozza, hitre juthat. Ott a Biblia Isten kinyilatkoztatása. Jézus élete és tanítása a legtökéletesebb tükörképe Isten jellemének. Jelek és csodák is történnek körülöttünk. Hallottak már gyógyulásokról? Tapasztalták már azt, hogy van gondviselés? Kérdezzék meg egymást, hogy ki hol tapasztalta, és rengeteg olyan történettel találkoznak, ami igazolja Isten cselekvését, létezését. Álmok látások által szól Isten egyes emberekhez. Személyes beszélgetéseinkben, amikor egymással beszélgetünk, erősíthetjük egymás hitét. Ott vannak a szemtanúk beszámolói, akik láttak valamit. Vagy a keresztény események, szimbólumok, mint a keresztség, az ojkarisztia, kenyér megtörése. Isten szinte mindenütt jelen van. Ott van és kommunikálni akar velünk. Csak nekünk kell elindulni felé, és kérni, hogy szólítsa meg bennünket. Azonban van még egy másik fontos teendőnk is. Meg kell érteni önmagunkat.
Különbözik a személyiség struktúránk, különbözik a személyiségünk, különbözik a vágyunk, különböznek az elképzeléseink és az, amit el tudunk fogadni. Úgyhogy fel kell ismernünk azt, hogy mi a mi saját lelki utunk az Istennel. Mit tehetek azért én, hogy én átéljem, átérezzem Isten közelségét? Van többfajta lehetőség, és hogyha ezeket figyelembe vesszük, akkor különleges élményben lehet részünk, akár naponta. Ne kövessük a sablonos előírásokat. Nem azt mondom, hogy nem szükséges, azonban fontos ezt egy olyan környezetbe beilleszteni, ami természetes az én számomra, amiben én valóban nyitottan találkozhatok Istennel. Az első ilyen út tulajdonképpen maga a természet. Vannak olyan emberek, akiknek a lelke nyitott a természetre. Kimennek az erdőbe, szemlélik az eget, a tengert, a gyönyörű szép természet közvetíti Isten közelségét. Ahogyan a Zsoltáros is megfogalmazza a 19. Zsoltárban, olyan nagyszerűen leírja azt, hogy mit is tesz a természet velünk. Azt mondja a Zsoltáros, az egek hirdetik Isten dicsőségét. Kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót. Éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd. Hangjuk sem hallatszik, mégis eljut a hangjuk az egész földre. Szavuk a világ végéig. Egy csendes séta a parkban a természet látványa nagyon fontos. Ha ön erre nyitott, tervezze be szinte naponta, vagy rendszeresen, hogy kimegy a természetbe elmélkedni, Istennel találkozni. És biztos, hogy meg fogja érinteni Isten jelenléte az ön lelkét. Másoknál a kapcsolatok a fontosak. Nem mindenki tud egyedül elmélkedni. Nem mindenkire hat a természet. Azt olvassuk a Bibliában, hogy a kapcsolatokban is ott van jelen Isten. Megszólít bennünket, és arra tanít, hogy felismerjük. Ő létezik, és törődik velünk. Galata 5. fejezetében, a 22. versben azt olvassuk, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség. Olyan emberekkel találkozunk, akikben ez jelen van. Szerídek, béketűrőek, jóságosak. Fantasztikus élményt jelent a velük való találkozás. Ugye az emberi kapcsolatok arra is valók, hogy egymást erősítsük a hitben. Ha ön ilyen, ha úgy érzi, hogy sokkal közelebb kerül Isten az emberek által, akkor keressen olyan közösséget, ahol ez megvalósulhat. Ezért hoztuk létre mi is a csoportokat. Az elérhetőségeken jelentkezzen bátran, telefonon, e-mail címen. Vannak olyan csoportvezetők, akiket kiképeztünk arra, hogy ebben segítséget tudjanak nyújtani. Nyugodtan vegye igénybe azt a szolgálatot. Azt gondolom, egy jó beszélgetés, egy befogadó körben, ahol szeretetet, elfogadást tapasztal, az ön lelkét is meg fogja érinteni. A harmadik ilyen útja, módja az Istennel való találkozásnak az elcsendesedés. Vannak emberek, akik nem a közösségben élik át Isten jelenlétét. Zavarja őket mások jelenléte, gondolatai, szavai. Azonban a visszahúzódnak, elcsendesednek, a magányban, a csendességben találkoznak az Istennel. Van egy barátom, aki minden évben akár többször is elmegy egy kolostorba. Olyan kúrán veszi ezt, ahol senki nem szól semmit 3 napon keresztül. Semmi sem kötelező. A csend az Úr abban a kolostorban. És egyszerűen Isten közelségébe kerül. Ha önnek erre van szüksége, keressen egy csendes helyet. Egy belső kamrát, ahogy Jézus mondja. Vonuljon vissza rendszeresen. Törődjön a lelkével. A következő az aszkéta. Egy nagyon érdekes út ez, ahogyan egyesek Istenhez kötődnek, Istennel kapcsolatba lépnek. Lemondanak különféle dolgokról, a luxusról. Nem azzal akarják tölteni az időt, hogy most ilyen-olyan dolgot főzzenek, süssenek, vásároljanak, dolgozzanak. Egyszerűen lemondanak dolgokról. Egyszerű életet élnek. Visszavonulnak, megüresítik magukat. Talán egy-egy nemes cél érdekében mondanak le valamiről, saját szükségleteikről. És ezáltal közelebb kerülnek Istenhez. Vannak a tevékenység orientáltak. Ők az aktívak. Pont az ellenkezője ez annak, amit az aszkéták tesznek. Az aktivista hasonlít Dorkászhoz, aki az Új Szövetségben megjelenik, ruhát készít másoknak, felöltözteti a szegényeket, var, szab, és támogatja a többieket. Olyanok, mint Márta, akik szolgálnak Jézusnak. Szükségük van lelki tevékenységre.
Ugyanakkor vannak, akiknek a lelki útja inkább az intellektualitás. Szeretnek gondolkodni, vannak kérdéseik, és keresik a kérdéseikre a választ. Mózes 5. könyve rávilágít arra, hogy tulajdonképpen a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk, és a fiainké mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. Ezek az emberek érdeklődéssel fordulnak a titkok felé, a Biblia felé, a tudomány felé, olvasnak, könyvekkel veszik magukat körül, és ezáltal töltődnek. És vannak olyanok, akiknek a közösségi alkalmak, az Isten tisztelet a legfontosabb. Felemelő, együtt énekelni, kórusokat hallgatni, kórusban énekelni, Istent dicsőíteni, Istenhez közelebb kerülnek ezáltal. Jézus maga mondta, hogy ha ketten, hárman együtt vannak az én nevemben, ott vagyok közöttük. Hogyha ön is ezt szereti, ha ez megérinti önt, keresne egy olyan gyülekezet, olyan közösséget, olyan tényleg Isten közelségébe kerül, ahol a Bibliát közvetítik, ahol olyan tanítást kap, ami ön számára fontos, ami megegyezik az írással, ahol énekelhet, ahol együtt imádkozhat másokkal. Egy azonban nagyon fontos, hogy tegyen valamit azért, hogy az ön lelke befogadó képes legyen Isten érintése számára. Induljon el Isten felé, Isten már elindult ön felé. A lelki érintettségnek komoly jelei vannak. Megváltozik az életünk, megváltozik az értékrendszerünk, az Istennel való kapcsolatunk, és az emberekkel való kapcsolatunk, ahogy azt már olvastuk is. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés jelenik meg. Hogy mennyire megváltozik az ember, azt jól láttam egy kisfiú életében Tanzániában. Orbombában, egy faluban élt. Jakon, úgy hívják. Amikor megismertem, olyan 7-8 éves lehetett. Egy-két évvel később, egy alkalommal, ott ültem az iskolában, és hozzám jöttek a gyerekek, beszélgettünk, és kérdezem Jakont, aki egy rendkívül intelligens fiatal srác, hogy Jakon, ha nagy leszel, mi akarsz lenni? És azt mondta azonnal, gazdag ember. Meglepődtem ezen, és kérdeztem, hogy mit jelent számodra a gazdagság. Azt mondja, autót, pénzt, házat, ruhát. És mondom neki, mi lenne, ha már most megkapnád ezt. Rám nézett csodálkozva, odaadtam neki az autóm kulcsát. Mondtam neki, hogy Jákon, neked adom, jó? Felcsillant a szeme, elvette a kulcsot. Elővettem a pénztárcám, odaadtam neki. És azt mondtam, Jákon, ezt is neked adom, jó? Megnézte, pénz volt benne. Levettem a kabátom, odaadtam neki. Jakon, ezt is neked adom, jó? Mit kérsz még, Jakon? És ahogy ott ült és kapta a tárgyakat, látta a többi gyermek szemében a rémületet, a döbbenetet. És érezte a feszültséget, ami létrejött. Ő gazdagszik, nekik semmi sincs. Egy pár percig beszélgettünk, gondolkodtunk rajta, majd fogta, levetette a kabátot, visszaadta a pénztárcát, visszaadta a kulcsot, visszaadott mindent. Együtt beszélgettünk, utána elköszöntem. Pár évvel később ismét megkérdeztem. Jakon, mi szeretnél lenni? És akkor elmondta azt, hogy László, elgondolkoztam. Azt mondja, a legjobb dolog az Istennek szolgálni. És én szeretnék lelkész lenni. Ez sokkal jobb, mint a gazdagság. És képzeljék el, 12 éves volt, amikor egyszer ellátogattam a gyülekezetébe. 12 évesen Jakon már prédikált. Ő volt az egyetlen, aki tudott olvasni a gyülekezetben. Ő olvasta fel a Biblia szövegeket, és elkezdett prédikálni. Most 14-15 éves Jakon. A középiskolában most iratkozott be. De már arról híres, hogy előadásokat tart. Istenről beszél, és csillog a szeme akkor, amikor erről van szó. Mert megérintette valami. Az elmúlt nyáron, amikor ott voltam, szeptemberben jártam ott, azt kérdeztem te, hogy Jakon, te mit csináltál a nyári szünetben, amikor itthon voltál pár hétig? És akkor azt mondja, hogy László, elmentem Tinga-Tingába. Az egy falu körülbelül 50 percre autóval az ő kis falujától. És kérdeztem, hogy mit tettél ott? Azt mondta, látogattam az embereket, és Jézusról beszéltem nekik. Egy gyermek, akinek a szíve tele van érintettséggel, és adja tovább másoknak. Én azt kívánom önnek is, hogy tapasztalja meg, milyen az, amikor nem az álmai teljesülnek, hanem az az Isten, aki az álmokat adja nekünk, megérinti az ön lelkét. Lelki wellness azáltal, hogy a lelkünk egy érintést kap Istentől. A következő témakörünk egy lépéssel tovább vezet.
A lélek csontkovácsa. Vannak olyan helyzetek, amikor egy-egy érintés kevés. Helyreigazításra van szükség. Amikor a csontkovács dolgozik, ropognak a csontok. Időnként a lelkünknek is szüksége van ilyen korrektúrára. Hogy ez mit is jelent és hogy működik, erről lesz szó a következő alkalommal. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Isten áldását kívánom önöknek. Moldován Vilmos, új élet Krisztusban. Bolyongtunk a vétkek útvesztőin. Szálltunk a gőg színes felhőin. Tapostuk a bűn rút sarát, keresve az öröm városát. Két kézzel szórtuk javainkat, hittük, hogy a bűn örömet ad. S mert hajszoltuk a déli bábot, letapostunk sok szép virágot. Este felé elfáradt a lábunk, s egy felperzselt rónán megálltunk. Megfagyott ajkunkon az ének, reszkedtek bűn miatt a térdek. Álltunk bűn éjében réveteg, elhagytuk az öröm réteket. Napunk lehúnyt, fényünk kialudt, nem láttunk sem várost, sem falut. Míg didergő lelkünk remegett, s a szél kavart sötét felleget, egy cikázó villám dördült meg, mely fénnyel szórta tele a hegyet. Mély csend borult a néma tájra, bennünk meghalt a bűn varázsa, szomjazó lelkünk vágyva vonzott, hogy keressük a kopár dombot. Golgotán könnyebb lett a lelkünk, mert Krisztusnál kegyelmet leltünk. S míg szívünk a békét kereste, ráhultunk a véres keresztre. Lábunk a bűn útján elfáradt, földre tiport a mély bűnbánat. S könnyeink a szép harmad gyöngyök, áztatták a véres göröngyöt. És ekkor történt a nagy csoda. Széttört rajtunk a bűnkaloda, Krisztus vére tisztára mosott, és szívünkbe új életet hozott. A régi ember meghalt bennünk, felderült a kék ég felettünk. Megváltunk szívünkbe feltámadt, s a gők helyett győzött az alázat. Krisztus elvette a csúfruhát, s helyébe fehéret adott ránk. Sugárzó arccal, mosolyogva léptünk a bővízű folyóba, hol a vízhullám eltemetett szennyet, bűnt, hajótört életet. Tavasz volt, és ragyogott a hold. Új életnek áldott napja volt. A néma föld beszél, sziklából jő a szó, természet csendes hangja hallható. Csak nézd a réteket, ezernyi színeket, mind annyi gyöngét hívó üzenet. Kimondhatatlan mélységes szavak, melyek az égből, földből szólanak. Az Isten szava jön, mindenből árad ő, minden tenger tükrében, a bárány felhőben, szivárvány színeiben is üzen.
nyári lenge szél, vagy a szép fehér tél, az ősz, a tavasz mindről a beszél. Kimondhatatlan mélységes szavak, melyek az égből, földből szólalak. Az Isten szava jő, mindenből árad ő, minden szava számunkra új erő. Ha alkonyszál rejár, nézd az ég csillagát, csillagok csodás fénye szól hozzá. Almas pihenő, a sötétben és csendben üzenő. Kimondhatatlan mélységes szavak, melyek az égből, földből szólanak. Az Isten szava jő, mindenből árad ő, minden szava számunkra új erő. Kimondhatatlan mélységes szava, melyek az égből, földből szólanak. Az Isten szava jó, minden köszönjük Önöknek, hogy velünk tartottak ma este, de köszönjük dr. Szabó László lelkipásztornak a nagyszerű tanácsokat. Talán kissé elérzékenyültünk hallgatva azt, hogy igazából milyen nagy szükségünk van a lelket megérintő érintésre. A ma esteli előadás alkalmával lehult szemünkről a lepel, és rádöbbentünk életünk ürességének okaira, de a megoldások is felcsillantak. A mi Istenünk csodálatos lehetőségeket alakított ki arra, hogy megszólítson, megérintse lelkünket azon az úton keresztül, ahogy azt meg tudjuk élni. Egyesek a természetben eltöltött idő által, mások az emberi kapcsolataik által, de ott van mindenki számára az elcsendesedés, a magányos lelki gyakorlat lehetősége, vagy az egyszerű önmegtartóztató életforma, de a szolgáló aktív tevékenység által is, ahogy megtapasztalhatjuk Isten érintését. Ugyanakkor vannak, akik folyton kérdéseikre keresik a válaszokat, mint gondolkodók várják az érintést, és végül, akik a közösségi alkalmakon, a gyülekezetben, az Isten tiszteleten vágynak Isten érintésére. Számtalan módja van, ahogy közelebb lehet kerülni Istenhez, mert a lelket gyógyító érintés Istentől érkezik. Ezt az érintést kívánom mindenkinek. Ha valaki szeretné ma este megbeszélni egy kisebb körben az elhangzott témát, kérem csatlakozzanak a Zoom felületen 20 órától, jelezve részvételi szándékukat az Adventista Gyülekezetek Facebook oldalain, illetve a 0754 9032 04-es telefonszámon, vagy a szám WhatsApp elérhetőségén üzenetben. Ahogy azt már említettem, a beszélgetés Zoom felületen kerül sorra. Holnap este mélyebbre ásunk a lélek gyógyításában. Vannak olyan dolgok, amelyeket helyre kell tenni életünkben. A holnap esti téma címe a lélek csontkovácsa. Szeretettel várjuk Önöket holnap 18 órától a Speranza Reménység Televízió adásidején, illetve 19 órától az Adventista Gyülekezetek Facebook oldalain és YouTube-on. A viszontlátásra. Yeah.